én mesélek a Bábszínházból, az én történetem pedig Sven Nordqvist, amikor Findus kicsi volt és eltűnt. Az öreg Petson a konyha lócán üldögélt, és Findusszal a térdén keresztrejtvényt fejtett. Meséld el azt, amikor eltűntem, kérte a kantúr. Nem tűntél el, hiszen itt vagy, válaszolta Petson. Igen, de amikor kicsi voltam. Tehát azt ismered, annyiszor elmeséltem már. Mondd el még egyszer. Na jó, egyezett bele Petson, és félretette a rejtvényt. Az egészet mondjam el, vagy csak azt, amikor eltűntél. Az egészet, vágta rá a kandúr, és elégedetten elhelyezkedett. Jó, akkor elmondom az egészet. Figyelj! Volt egyszer egy öreg ember, Petson. Egy kis házban éldegélt vidéken, és szinte mindene megvolt, amit egy idős ember kívánhat magának. Csak az volt a baj, hogy néha egyedül érezte magát. Volt ugyan néhány szomszédja, akikkel el tudott beszélgetni, ha úgy hozta a szükség, de hát azoknak is megvolt a maguk elfoglaltsága. Aztán ott voltak még a tyúkjai, hát azok is jelentettek némi társaságot. Csak ne lettek volna olyan hebehúrgyák. Amikor mondott nekik valamit, hirtelen fogták magukat és elfutottak, mert valamelyikük épp talált egy gilisztát, vagy valami hasonlót. Soha nem lehetett velük komolyabb dolgokról társalogni. Sötétedés után, amikor a tyúkok elmentek lefeküdni, gyakran vette körül üresség és csend a kis házat. Mintha már semmi érdekes nem lenne ezen a világon. Egyszer Anderson néni átjött a szomszédból, hogy beszélgessen kicsit Petsonnal. Hozott egy kis süteményt, az öreg pedig kávéval kínálta a kertben. De aztán szinte meg se szólalt. És Anderson néni látta rajta, hogy nem valami jó kedvű. Kéne neked egy feleség, aki felvidít egy kicsit, mondta. Dehogy kéne, válaszolta Petson. Azt sokkal előbb kellett volna meggondolni. Öreg vagyok én már az ilyesmihez. Megszoktam, hogy egyedül élek. Sok lenne nekem egy egész asszony. Nem, nincs szükségem senkire. Még macskát sincs. Hát nincs, felelte az öreg, és elgondolkodott. Egy macskával nincs olyan sok gond. Lehet, hogy jó lenne. A következő héten Anderson néni újra eljött. Ezúttal egy kartondobozt hozott magával. Tessék, egy kis társaság, mondta, és átnyújtotta a dobozt Petsonnak. Mi ez? Csodálkozott az öreg, és elolvasta a doboz feliratát. Az állt rajta, hogy Findus zöld borsó. A borsó szemek nyöszörögni kezdtek. Petson kinyitotta a dobozt, egy kis darab zöld csíkos anyagon aprócska cicát pillantott meg, aki nyivákolva egyenesen Petson szemébe nézett. Szia, Findus zöld borsó, üdvözölte Petson, és úgy érezte magát, mint amikor egy nyári reggelen az ember felhúzza a redőnyt, és a meleg napfény beáramlik az ablakon. Engem Petsonnak hívnak, és ez itt a konyhám. Itt lakhatsz ezentúl, ha akarsz. Kérsz kávét? Nem szereti a kávét, világosította fel Anderson néni, a tejet annál inkább. Meg hát persze mást is elfogad. Meg mást is, ismételte az öreg szórakozottan, és látszott rajta, hogy a kis cica teljesen leköti a figyelmét. Felemelte, elfért a tenyerében. Aztán megvakarta a puha bundácskáját, mire a cica apró karmaival belekapaszkodott az ujjába és megharapta. Hű de harapos! Mosolyodott el Petson, és békén hagyta. Aztán nyugtalanul Anderson nénire nézett. Nem fog hiányozni neki az anyukája? Lehet, hogy fog néhány napig, de majd elfelejti. Visel csak gondját. Most már te leszel az anyukája. Anyuka, mondta Petson mélán, és boldogan ránézett a harapós kismacskára. Petsonnak most már százszor könnyebben teltek a napok. Nem volt már üres a ház. Findus ott lakott a konyhában, és amikor az öreg kiment fát vágni vagy bogarászni a kertbe, becsukta rá az ajtót. Egy ideig biztos el lesz magában, gondolta. Azt mondják, a macskák jól elboldogulnak egyedül.
de azért meg kéne menni egy csésze kávéért. Az öreg még sosem ivott annyi kávét, mint akkoriban. Petsonnak végre akadt egy beszélgető társa, aki nem szaladt el és nem kezdett el kotkodácsolni csak úgy hirtelen. Soha nem beszélt még annyit, mint most. Mesélt a gyermekkoráról, az ismerős tehenekről, és arról, hogy hogyan nő a krumpli. Egy szóval mindenről, ami épp eszébe jutott. Kicsit sajnálta, hogy Findus csak nyávog, és nem tudott mondani semmit, de úgy gondolta, hogy ha elég sokat jár a szája, lehet, hogy a kandúr is megtanul beszélni. Az öreg minden este felolvasott egy mesét Findusnak. Na jó, nem annyira mesék voltak azok. Egyszer újságcikk egy új cséplőgépről. Máskor a képes újságban novella egy szerelmes ápolónőről, vagy egy-egy bekezdés a fogaskerekekről és emelődarukról a feltaláló könyvében. Findus csendesen üldögélt az öreg térdén, hallgatta a történeteket, és megnézte a képeket, ha voltak. Egyszer, amikor épp az egyik újságot lapozgatták, odaállt a lap közepére, és hosszasan nézni kezdett egy bohócot a képen, aki egy nagy, csíkos nadrágot viselt. Ilyen nadrágot szeretnék, kiáltott fel végül. Petson rábámult. Ez volt az első alkalom, hogy a kandúr megszólalt. Hát akkor meg is kapod, válaszolta. Azonnal varrok neked egyet. Az öreg boldogan mosolygott, miközben elővette a varró dobozát. Micsoda kandúrja van. Teltek a napok, múltak a hetek. Findus egyre nagyobb lett. Most már nagyszerűen szaladozott egyedül is, és ha kicsit messzebbre vitt az útjuk, például egészen az asztalos műhelyig, ráült Petson vállára. Mindenütt ott akart lenni, és állandóan fecsegett. A csendes, üres ház megtelt beszéddel és futkározással. Petson minden reggel arra ébredt, hogy Findus ráugrott, vagy nyomkodni kezdte az orrát, vagy a nagylábúját gyömöszölte. Hol voltak már azok a reggelek, amikor az öreg legszívesebben magára húzta volna a takarót, hogy ki se látszódjon? Még a gondolatától is szomorú lett, hogy mi lenne, ha megint egyedül kéne élnie. Így inkább gyorsan el is hesegette. És hát miért is gondolt volna rá, mikor ott van neki a kismacska, abban a hatalmas nadrágban, és felleurál a hasán, miközben kiabál, hogy ébresztő Petson, gyere játszani! Petson azonban egy reggel arra ébredt, hogy valami nincs rendjén. Azonnal felismerte a korábbi csendet abból az időből, amikor még nem volt macskája, aki ugrált volna rajta, amíg fel nem ébresztette. Egy csapásra magához tért, és kipattant az ágyból. Findus, hol vagy? Kiabált, és elkezdte keresni a kandúrt, a takaró, meg a párna alatt, aztán az ágy alatt, sőt, még a cipőkben is. Irány az előszoba, meg a konyha. Findus, itt vagy? Mindenütt kereste, és közben hívogatta. Mezitlába, hogy volt, kiszaladt gyorsan a műhelybe, a fáskamrába és a tyúkokhoz. Olyan hevesen rántotta fel az orr ajtaját, hogy a tyúkok kotkodácsolni kezdtek, és minden irányba szétrepültek. Nem láttátok Finduszt? Hihegett Petson. Segítség, tolvaj! Jönnek a bikák! Hol van Findus? Petsonon nincs nadrág! Kotkodácsolták a tyúkok egyszerre. Csönd! Kiáltotta az öreg. A tyúkok elhallgattak. Findus eltűnt. Nem járt erre felé? Lássuk csak, kotkodtuk. Azt hiszem, ma nem. Kotkodácsolt Prillan. Te viszed el minden nap a tojásainkat? Petson nem válaszolt, és ott hagyta őket. Ezek a tyúkok egyik percről a másikra sem tudják, mi történik. De most ő sem tudta, hogy csupán 10 méterre tőle ott ül a kis kandúr, és halálosan fél. Míg Petson aludt, Findus elindult felfedezni a házat. A padlás lépcső alatt az egyik szegletben a falban egy lyukat talált, és bemászott rajta. Cseppet sem félt a sötétben, és rendkívül kíváncsi volt. Nem sok fény volt odabent, de Findus szeme hamar hozzászokott a homályhoz. Itt-ott a réseken keresztül beszűrődött egy kis gyenge fénysugár, és ez elég volt ahhoz, hogy lásson. Ez itt az egerek és az egyéb apró állatok világa volt. Itt laktak, és ide gyűjtöttek össze mindent, amit Petson elveszített. Az ócska fadarabokból, fűrészportól és pókhálótól csupakosz volt minden. Findus válaszfalakon, a padozat alatt és a keskeny járatokon keresztül haladt. Volt, amikor deszkát, máskor meg hűvös, nedves földet érzett a tappancsa alatt. Az egyik sarokban aztán világosabb lett, és a ház deszkáin át nem sokára szemébe sütött a nap. Mikor kijött,
Hatalmas fűben találta magát a ház előtt. A csalánban egy halom ócskaság és rozsdás tárgy hevert. Nem tudta, hol van. Még sosem járt errefelé. Hirtelen zörgést és morgást hallott a fű közül. Valami nagy, ismeretlen volt mögötte. Az zörgött és morlott. Amikor megfordult, egy hatalmas, bundás csomót látott közeledni. Findus minden egyes szőrszál az égnek állt az ijegységtől, és mint akit rugóból lőttek ki, gyorsan beugrott az ócskaságok közé, onnan pedig egy régi ládába. Egy kis lyukon keresztül figyelte a veszedelmes szörnyeteget. A szörnyetek szürke volt, és gömbölyded, és fekete meg fehér csíkok égtelenkedtek a fején. Körbe szaglászta a füvet, és közben furcsa hangok hagyták el a torkát, mintha magában beszélne. Biztosan kismacskákat keres, hogy megegye őket, gondolta Findus. Olyan csöndben volt, amilyen csöndben csak lenni tudott, és abban reménykedett, hogy a szörny nem veszi észre. Most meghallotta, hogy Petson keresi. Akkor minden esetre nincs messze a háztól. De mit csináljon, hogy az öreg itt keresse? Mert visszakiáltani nem mert, akkor a szörnyeteg esetleg észrevenni. Teltek múltak a percek, és a szürke szőrcsomó még mindig ott ólálkodott a láda körül. Findus sírni kezdett. Valaki nagyon sír ide lent, szólalt meg egy hang. Szerintem egy szomorú kismacska, felelt egy másik. Két állatka beszélgetett így, ők is Petson házában laktak. Findus korábban már találkozott ilyenekkel, bárhol képesek voltak felbukkanni, így a kandúr nem csodálkozott rajta, hogy egyszerre csak ott teremtek a ládájában. Nem merek kimenni, szipogott Findus. Kint van egy nagy, borzalmas állat, és meg akar enni. Petson sosem talál itt rám. A két kis teremtés lögdösni kezdte egymást a lyuk előtt, hogy kinézhessen. Hű, de veszélyesnek látszik. Biztosan mindnyájunkat megesz. Szerintem maradj itt. De én nem akarok, válaszolta Findus. Haza akarok menni Petsonhoz. Ne, te nyugodtan ellakhatsz. Jó itt. Ne légy szomorú. Inkább mesélek neked, vigasztalta az egyik. Én jobban tudok mesélni, vágta rá a másik. Így hát mind a ketten egyszerre mesélni kezdtek. Volt egyszer egy mukla, rendkívül jóságos és kedves volt. Nagy volt, és erős, meg okos és szép. Ő volt a világon a legjobb, tényleg. Úgy hívták, hogy plusz M. Kuling. A mese arról szólt, hogy a mukla egyszer talál egy macskát egy ládában. De leginkább is arról szólt, hogy a mukla milyen ügyes volt, a szegény macskát pedig szinte meg sem említették. Findus hamar belefáradt a hencegésbe. Semmi kedvem az unalmas meséiteket hallgatni. Inkább azt szeretném, ha Petson ide jönne, szipogott. Nem tudnátok szólni neki? Szólni kicsit nehéz lesz, mert nem ismeri a nyelvünket. Még csak nem is lát minket. Igen, Petson egy kicsit nehéz fejű. De azért adhatunk neki néhány tippet. Ne szomorkodj, elintézzük. Mindent el szoktunk intézni. Ezzel eltűntek. Findus már is jobban érezte magát. Olyan ügyesek ezek a kis állatok. Biztos sikerül idehívniuk Petsont, gondolta. Letelepedett a lyuk mellé, és szemét a szörnyetegre szegezve várta, hogy az öreg gyorsan megérkezzék. Petson még egyszer átkutatta a házat. Most már nagyon nyugtalan volt. Szét kell nézni a többi épület körül is, sőt, a kertben. Sőt, az lesz a legjobb, ha kimegy egészen az útig. De amikor rendesen fel akart öltözni, nem találta sem az okniát, sem a cipőjét. Mindig ez van. A csavarok, a tollak, a szerszámok, minden eltűnik, pedig körülbelül mindig tudja, hová tette őket. És aztán sokkal később egészen máshol talál rájuk. Mintha lenne valaki a házban, aki kölcsönveszi a dolgait. Egyébként szeretett arra gondolni, hogy mi van, ha egy manóval lakik egy fedél alatt. Akkor legalább nem érezné magát olyan egyedül. De most már nincs szükségem manókra, hiszen itt van neki Findus. Lehet, hogy ő talált ki egy új játékot. Bújócskázik. Vagy a hogyan csapjuk be az öreget játékot játsza. De akárhogy is vakarta a fejét és húzogatta a szakállát, a cipője meg az oknia nem került elő, ahogy Findus sem. Az öreg felhúzta a csizmáját és kiment, hogy szétnézzen a ház körül. De hiszen ott van a cipője. A ház előtt áldogált, mintha a kertbe készült volna.
Aztán meglátta az okniát is. Nyíl alakban hevert a földön, és az asztalos műhelynél elkanyarodott. Mikor odament, még a nadrágtartója is ott volt a fűben, a műhely mögé mutatva. A műhely mögötti kacatok között pedig egy dróton habverő lógott, és ott volt egy borz is. Az öreg kis borzika néha itt szokott szaglászni a reggeli szürkületben. Amikor Petson először látta, kicsit óvatos volt vele, mert úgy hallotta, hogy a borzok támadnak, ha megérnek valamitől. De úgy tűnt, ez itt ugyanezt gondolta az emberekről, mert mindig elfutott, ha jött valaki. Szia! Köszönt neki Petson. A borz felnézett, és amikor meglátta az öreget, gyorsan eltotyogott. Majd eltűnt a dombon a fák között. Findus! Kiáltotta Petson. Itt vagy? Igen, itt vagyok. Hallatszott a kacatok közül, és a régi nedves ládában a rozsdás vacakok és lehullott falevelek között. Ott volt a kis Findus, és örömében ugrándozott. Az öreg felemelte, és a kandúr erősen belekapaszkodott a nyakába. Ó, Petson, nyivákolt, megmentettél ettől a szörnyű fenevattól. Vigyél haza, kérlek. Nem akarok itt lenni. Ez a hely életveszélyes. Ugyan, mondta Petson. Ez csak az öreg borz volt. Nem eszik macskákat, és ha nem bosszantod nagyon, nem is veszélyes. És itt lenni sem veszélyes. Az lesz a legjobb, ha megismered az összes lyukat, ahová elbújhatsz, ha jön a róka vagy egy ostoba kutya. Ugrálj csak körbe egy kicsit, én majd leülök ide, és várok. Findus az ijegységtől teljesen meg volt dermedve, és szorosan fogta Petson nagy ujját. Az öreg azonban kiszabadította magát, és letette a kandúrt egy rozsdás hordóra. Itt nem kell félni semmitől, mondta. Leülök ide. Findus bizonytalanul körbenézett, majd fogta magát, és odaugrott egy régi fafűrészhez, aztán pedig egy rozsdás biciklihez. Végül lemerészkedett a földre. Mindenhová bemászott, mindent megvizsgált, néha pedig kidugta a fejét, és elkiáltotta magát. Hello, Petson! Az öreg üldögélt, és figyelte, hogy a nap felkúszik a fák csúcsai fölé. A kandúr pedig a műhely mögött felfedezte az összes zugot, sőt, egy jó darabon még a dombon is. Később aztán bementek a házba, és megreggeliztek. Petson megkérdezte, hogy Findus tette a cipőjét és az okniát úgy, hogy mutassák az utat. Nem, nem én voltam, mondta Findus. Azok a muklák voltak. Ők segítettek. Barátaim, itt laknak a házban. Tényleg, csodálkozott Petson. Ha te mondod, biztos így van. Akkor most már többé nem kell egyedül éreznem magam. Vannak szomszédaim, tyúkjaim és mukláim. Na meg egy kis macskám. Aztán, igen, aztán boldogan éltek, amíg meg nem haltak, fejezte be Petson a mesélést. Findus elégedetten mosolygott Petson hasán. Ez a kis macska? Én vagyok, mondta. Igen, te vagy, felelte az öreg. Milyen szerencse, hogy megtaláltalak, mielőtt a borz megevett volna. Ugyan, nem is veszélyes, jelentette ki Findus. Már barátok vagyunk. Nagyon rendes. Te aztán mindenkivel összebarátkozol. Igen, mondta a kandúr, és elgondolkodott. De azért te vagy a legjobb barátom. Igen, nyugtázta Petson, és mosolygott egyet. Igen. Ez mi az?